Sziasztok! Május 2-a van, szombat, és megjött ő is. Igen, köszönsz, Manó? Köszönöm. Igen, még nagyon álmos szegény. Ő is most tér magához, annak ellenére, hogy 9 óra 52 perc van. Ez a reggel egyikünknek se indul simán és gördülékenyen. De se baj, végül is szombat van. Ilyenkor még ő is nyafizhat. Jól van, menjél, Manu. Menjél. És lássuk, hogy mit is csinálok én itt a konyhában. Először is ott készül a reggeli kávém, mert még azt se ittam meg. És itt van a palacsinta tészta, gluténmentes palacsinta tészta, tehát ebben a gluténmentes lisztkeveréket raktam, eritritet, némi vizet, és pár csepp vanília ízesítőjén. Mindjárt mutatom, mi is ez. Ilyen. Ezt raktam még bele, ezt a vanília nem fókuszál, de azért valamennyire kivehető, Dr. Oetker vanília aromája. És azt raktam egy tálba, és most gyakorlatilag olajban ki fogom sütni. Igen, jól vetted észre, jól hallottad, hogy tojást nem raktam bele, mert tök fölösleges. Na mindegy, kezdjük el a sütést. Jó helyem! Miért nem vagy jó helyem? Némi olajra. Egy készelőre. Ugye tegnap volt ez a zuzapörkölt, amit csináltam. Tomi szerint ezt nagyon elfűszereztem, így most csinálok neki kiengesztelő palacsintát szombat reggelre. Ha addig nem kell fel, akkor ágyba viszem neki. Hát, ha ez sikerül, nem el édesítenem és nem el rozganom. De meglátjuk. Viszont lement a víz, tehát elkészült a kávé. Gyere ide! Kell lesz! Te! Macika! És mindjárt kész a kávém! Nagyon dupla adag kell. Fel kell ébrednem. És hogy csak magától nem fogok felébredni. Jó. De gyere ide hátra, és jöhet a pala. Lássuk. Kérlek, sikerüljél, jó? Jó, ezt lehet még egy kicsit higítani a tésztát, mert nagyon sűrű lett. Ezt mindjárt higítom is. Vízzel. Pár csepp. Menni fog ez, jó lesz ez. Mi ez, Manu? Igen, tudod, mi jár neked? Hát, hogy ne tudnád, Royal Canin. Igen, tudom. Na és hogy szoktad ezt megkapni, Manu? Hogy szoktad megkapni? Tegyél le, mami. Jól van, leteszlek. Két Jutika is, egyik? Másik.
Jutival indul a reggel, ugye? Az a legjobb. Főleg, ha még le se kell ülni, érte? Igen. Mennyi visszapihenni, Manó, jó? Hát az első palacsinta elég érdekes formájú lett, de ez legyen a legnagyobb baj. Igaz, ma nem esik az eső, de ha megnézzük, akkor nagyon borult, és bármelyik pillanatban eshet, és lehet, hogy ezzel egyedül vagyok most, de a világon a legjobb időjárás. Imádom, komolyan, nem tudom, hogy miért van az, hogy én ennyire imádom az ilyen májusi időt, amikor tényleg ilyen 20 fok körül van, nem mindig esik, de olyan, mintha mindig esni készülne, nincs túl se meleg, se hideg, kicsit borús, esős, fantasztikus. Tényleg nem tudom, hogy honnan jön az, hogy én ennyire imádom ezt az időjárást, de gyakorlatilag kedvencem. Szóval azt jelenti, hogy igen, május a harmadik kedvenc hónapom, amit már az előző videóban említettem. Na, megyek, megnézem a palacsintát, mert most meg már tényleg odaég. És tényleg. Nem, azért annyira nem lett gáz. Hova? Oda menj. Azért annyira azért nem lett gáz. És igen, otthonka felsőben vagyok, ez az én otthonka pólom. Gyakorlatilag majdnem a combom közepéig leér, a fenekem aljáig, amit most ugye nem láttok, de addig leér. És ez az otthonka ilyen főzős meg trutyizós pólom, ugyanis ha ez koszos lesz, és olajos, vagy zsíros, vagy piros paprikás, vagy bármi, akkor ezért nem kár. És próbálom főzés előtt mindig felvenni ezt a pólót, mint valami kötélszerűség, de nem mindig jön össze. De ma reggel igen, szóval erre büszke vagyok. Nem szép ruhában jöttem ki. Csúnya, régi, ócska, rongyban. Itt ugye a honlapra megírtam azt, hogy Kristen Cavallari, aki ugye a Laguna Beach-ben, meg a The Hills-ben volt, ma saját műsora van, egy ilyen valóságshow sztár, nevére azt itt is láthatjátok, hogy valóságshow sztárról van szó. Ugye válik, itt megírtam a cikket, hogy mi minden vezethetett a váláshoz. És plusz még folytatódik tovább. Ebből eszembe jutott az, hogy ugye az első valóságshowjúban volt egy nagy riválisa a hölgynek, méghozzá Lauren Conrad. És rá YouTube-on rákerestem, és megtaláltam ezt a Pop Innovators-t, és arra gondoltam, hogy ezt most megnézem, miközben a palacsinta készül. Ez egy 42 perces ilyen dokumentumfilm, de szerintem jó lesz. Amúgy tényleg a cikk, hogyha érdekel titeket, akkor ugye beírjátok ide fölülre azt, hogy nemcsakbulvár.eu, és megkeresitek a sztárok, külföldi sztárok rovat alatt találjátok meg. Ha ez nem ízlik Taminak, akkor semmi sem. De szerintem ízleni fog, mert isteni jó lett. Még szerencsé, hogy van még, amit kisüthetek. Na így, ha ezt így folytatom, nem maradtam minak. Pedig a célezet majd én neki csinálom. Na mindegy. Kapni fog belőle. Leálltam, a többit neki csinálom. Hát ebből a mennyiségből ugye nem lett túl sok palacsinta. Csak így ennyi. De hogy is lett volna túl sok, hogyha közben én mindig belekajáltam, és mindig egy-egy darabot megettem belőle. Ha megnézitek, akkor itt láttok néhány olyan darabot, aminek a széle egy kicsit így égetnek tűnik, viszont szerintem isteni finom, mert akkor kicsit ilyen ropogósabb lesz, és mi ezt így szeretjük. Szóval ez direkt ilyen, nem azért, mert nem tudok sütni.
Sziasztok! Boldog, boldog anyák napját! Avagy anyósok napját! Szóval ma van anyák napja, amikor ugye megemlékezünk és megünnepeljük az anyákat, akik nap mint nap gyakorlatilag a virágot mozdítják meg azért, hogy nekünk gyerekeknek jobb legyen, avagy kényelmesebb legyen, és vagy előre jussunk a saját célunk elérése érdekében. Ezért hajnalban felkelnek, visznek edzésekre, kimossák a ruhákat, megírják velünk a házi feladatot, vagy helyettünk írják meg a házi feladatot, hogyha teljesen kilátástalannak tűnik a helyzet, és majd hétvégén úgyis együtt átnézzük, és akkor majd elmagyarázom neked normálisat, de hát este 10 van, inkább menjél aludni, majd én megírom helyetted a beadandót. Tehát gyakorlatilag, mint ahogy mondom, az anyák csodálatosak, ez nem kérdés. De mi van? Mi van az anyósokkal? Mi van azokkal a ritka anyósokkal, akik tényleg jó fejek, és tényleg szeretjük őket? Ilyen például az én anyósom. Tudom, hogy ez ritka, de én szeretem az anyósomat. Egy hihetetlenül jó pofa ember, egy hihetetlenül erős nőszeméről van szó, és tényleg fantasztikus. De miért is szeretem őt? Mik azok a tulajdonságai, ami miatt én megkedveltem őt? Nézzük meg néhány olyan régi anekdótát, ami által ugye megkedveltem. Térjünk vissza a legeső találkozásomra vele. Ez nagyjából azt hiszem, hogy 5 éve lehetett, nagyjából. Tomi először vitt haza és mutatott meg a családjának, és mutatott be az anyukájának. Én arra készültem, hogy ilyen udvarias, hello, jó napot, milyen az idő, nagyon szép, aha, igen, minden király, igen, hát Pesten lakom, igen, tőzsgyökeres pesti vagyok, igen, hát bizony a nagyváros. Na, én erre számítottam. Ehhez képest, ja, és full ideg voltam egész vonatút alatt. Tényleg a velem szemben ülő nő gyakorlatilag kajánul röhögött rajtam, hogy én mennyire parázom, és mennyire ideges vagyok az első találkozás miatt, és a rohadt jót szórakozott. Én már kevésbé. De megérkeztem, és azzal kezdődött az egész, hogy egy terüly-terüly asztalkán fogadott, és az kajának a nagy része az olyan étel volt, amit én ehettem, tehát figyelembe vette az, hogy nem eszem semmi tejterméket, semmi gluténos ételt, és semmi olyat, ami hozzáadott hagyományos cukrot tartalmaz. Tehát nálam ez egy hatalmas nagy pont volt, hogy az ételek nagy része az olyan volt, amit ehettem. Tehát én felkészültem arra, hogy gyakorlatilag a salátán, a köreten kívül semmit nem ehetek majd. Ehhez képest terüly-terüly asztalkán várt engem. Ez fantasztikus volt, jobbnál jobb, finomabbnál finomabb ételek voltak. Tehát ez egy olyan nagyon pozitívum volt, hogy ilyet még gyakorlatilag az én családomnál se tapasztalok, nemhogy más családoknál. De hát ez fantasztikus volt. Majd jó, a családomnál most már igen, de hát beletellett pár év, mire jutottunk erre a pontra. A másik ilyen az ugyanakkor volt, csak másnap. Amikor másodszorra mentem ki, és akkor mondtam, kérdeztem tőle valamit, és ugye én tányáztam, és nem tányamamíztam, mert hát miért is tányamamíznám, én nem vagyok családtag, nem, ő nem se az anyám, se a nagyanyám, tehát igazából semmi okot nem láttam arra, hogy én tányamamízzam, tehát én maradtam a hagyományos tányánál, és nagyon kedves volt, aranyos volt, segítőkész volt, majd bement a szobába Tomihoz, és elkezdte Tomival beszélni. Én ugyebár azt nem értem, mert hát otthon nem a magyar az anyanyelv, tehát otthon nem magyarul beszélnek, és Tomi mondta azt, hogy tányamami arra kért, mostantól hív tányamaminak. Na, és én ez a jó, de hát én nem hívhatom őt tányamaminak, ő se az anyám, se a nagyanyám. Erre tányamami megszólalt ugye magyarul, hogy nem érdekel, te családtag vagy, innentől kezdve tányamaminak hívjál. Tehát én úgy lesokkolódtam, hogy ez a Isten hozott a családban kategória, ez a egy
napja sem ismerlek. Tehát úgy, úgy oké, okay, jó. Na azóta tárgyamami. Azóta nekem is tárgyamami. A következő ilyen történet, amit mondjuk így megosztok, az Szörpa macska. Mondta, hogy karácsony volt, ebbe a lakásba kutya nem jöhet, ide nem hozhatjátok a kutyát. Nem értek el, akkor nem jöttök karácsonyozni, de ide a kutya nem jöhet. Na, ehhez képest kutya ment, és amint meglátta, onnantól kezdve gyakorlatilag mindenki el az útból. Nem érdekel, hogy a fiam hazajött, nem érdekel, hogy mi ez a menyem meglátogat. Mindenki el, és innentől kezdve pamacska. Onnantól kezdve mit eszik pamacska, nem eszik eleget pamacska, milyen jóti falat kell pamacskának. Ilyen, olyan, amolyan ruhát láttam pamacskának, tehát akkor azt vegyük meg, kellene neki. Itt, ott amúgy láttam egy vadonatúj aláöltözetet, és kabátot, és kis cipelőt, és mindent a kutyának. Mondjátok, hogy kell, ha kell, akkor visszamegyünk, és megvesszük, és megveszem neki, és karácsonyi ajándék, és nem tudom én micsoda. Tehát innentől kezdve lelőhetetlen. Minden nap ugye beszélt Tomival tányomami, és minden nap a második kérdése az, hogy és mi van pamacskával, pamacska hogy van, és mutassuk meg pamacskát, és nem viccelek, elkezd gügyögni pamacskához, és annyira tündéri, olyan aranyos, ahogy gügyög pamacskához, és pamacska szép fiú, pamacska jó fiú, és micsoda mallicsik ez a pamacska, szóval ez fantasztikus, tényleg zabálom, nagyon aranyos. És még egy dolog, ami miatt ugye nagyon-nagyon kedvelem az én anyósomat, az, hogy egy mérhetetlenül erős nőről van szó. Az életében voltak hullámvölgyek, mint mindenki életében, viszont a legtöbb emberrel ellentétben ő szívesen osztja meg a életének azon részeit, amikor nehézségekbe ütközött, és osztja meg azt, hogy hogyan lépett túl rajtuk, hogyan oldotta meg azokat a helyzeteket, és ez számomra egy nagyon-nagyon pozitív dolog. És nála tényleg azt látom, hogy nála tényleg a család a legfontosabb. Minden egyes mozdulata, minden egyes döntése, minden egyes apró, tényleg miniatűr mozdulata az olyan, hogy a család az első. És ezt komolyan is gondolja. És ez számomra egy hatalmas nagy pozitívum. Emlékszem, hogy van-e a ráksalátája, világ legfinomabb ráksalátája, és abban egy ilyen hatalmas nagy adagot készített nekem, ami csak az enyém. Le is ültem délben, estére már nem lett, mert Andika úgy megeszegélte, úgy kicsit úgy rájárt, és úgy elkezdte úgy eszegélni. Egy ekkora halom nagy tál ráksoli elfogyott testére, és másnap hajnalban, 5:30-kor így hallom, hogy úgy kint mocorog már, és kint járkál, meg mondom, ez a szombat hajnali 5:30, miért vagy fent? És így kimentem, és láttam, hogy hajnali 5:30-kor, szombaton hajnali 5:30-kor kint a konyhában ült, és készítette nekem a második adag ekkora ráksalátát, hogyha reggelre, mire én felébredek 7 óra környékén, addigra összeérjenek az ízek, és legyen finom reggelim. Melyik, kérdem én, melyik anyós teszi meg ezt a mennyiért? Nem túl sok. És annyira aranyos volt, annyira meghatódtam, hogy tényleg hajnali 5:30-kor, szombaton, ünnepkor direkt felkelt azért, hogy nekem reggelre legyen újabb adag ráksali. Tényleg tündéri. És a legutolsó dolog, ami miatt én tényleg imádom az anyósomat, az, hogy ugye mi két külön városban élünk, nagyon forszírozza azt, hogy idővel mi majd költözzünk közelebb hozzá, és legyen együtt a család, legyen együtt a nagy család, és tényleg költözzünk közel egymáshoz. Fogalmazunk úgy, hogy gondolkodunk rajta, egyelőre még ugye mi itt Pesten élünk, de nem zárkozunk el teljes mértékben attól, hogy ugye majd közelebb költözzünk idővel hozzá. És a legfontosabb, ami miatt egyik
fő szempont, ami miatt tényleg én imádom anyósomat, az az, hogy ő nem úgy tekint rám, mint, bocsánat a kifejezésért, a büdös kurva, aki ellopta tőlem a kisfiamat. Az előző exemnek az édesanyja, az teljes mértékben így tekintett rám, tehát nem is voltunk jóban. Viszont tányom, ami ehelyett úgy tekint rám, hogy ugye a kisfia másik városban él, tehát szerencsére van egy másik személy, aki ugyanúgy vigyáz az ő kisfiára a nagyvárosban, ahogy ő vigyázna rá, ha otthon lenne. És így biztonságban tudja az ő kicsi fiát. És miután úgymond partnerként tekint engem, így innentől kezdve a kapcsolatunk fantasztikus. És én nem hittem, amikor hallottam, hogy persze van ilyen, létezik ilyen anyós-menny kapcsolat is, én nem hittem, hogy ilyen tényleg létezik. Elvégre nem véletlenül alakultak ki az anyós viccek, viszont nálunk az anyós viccek azok abszolút nem állják meg a helyüket, és tényleg szinte minden nap beszélünk, minden nap köszönünk egymásnak, amikor Tomival beszél napi szinten, akkor ugye FaceTime, akkor én is általában beszoktam csatlakozni, mindig az van, hogy szia, hogy vagy, kivel, mi történt, stb. Szóval tényleg ilyen napi rendszerességgel beszélünk, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden mennek, minden lánynak ilyen anyust kívánok, mint amilyen nekem van, és ezért érzem úgy, hogy anyák napján nem csak az édesanyákat kell megünnepelni, hanem a nagyon jófej anyósokat is. Remélem tetszett a videó, hogyha tetszett, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Ja, és még egy dolog, a mai napon így anyák napján, amit tervezek, az ugye felköszönteni anyust, de ezt leszámítva szerintem megnézem az anyád napját, mert az egy nagyon vicces film, bár semmi köze az én kapcsolatomhoz az én anyósommal szerencsére, és szerintem megnézem még az anyahánya unokáját. Na mindegy, legyetek jó, boldog anyák napját mindenkinek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!